Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Magamról egy-két gondolat. Én Budapesten élek családommal, feleségemmel most már több mint 33 éve vagyunk házasok, és elmondhatjuk azt, hogy boldog házasságban élünk. Ez nem mindig volt így, sokat tettünk azért, hogy ez így legyen. Van két fiú gyermekünk, akik még velünk élnek. Bár már felnőttek. Úgyhogy hamarosan szerintem kirepülnek. Én 1987 óta foglalkozok emberekkel, tehát az most már 31 éve. 91-től szervezek csapatot, azóta van saját szervezésű csapatom. Tehát én nem kaptam csapatot, hanem mindig szerveztem. Hát most már lassan azt el tudom mondani, hogy a történelemben, vagyis hát nem a történelemben, hanem az én történetemben, vagy az én történelmemben lassan ott tartunk, hogy a legnagyobb csapat az most van. Egyébként több mint 70 ezer emberrel működtem együtt, illetve jelenleg is sok ember képzésében veszek részt. Tehát ez a 70 ezer ember az azt jelenti, hogy képeztem, tanítottam, illetve vezettem embereket. A vezetésem által 4 különböző területen lettünk piacvezetők, abból 3 pénzügyi terület volt, egy pedig pont az ellentéte. De hogy mi ez a pont az ellentéte, erről még lesz szó. Hát amit most csinálunk, én azt nagyon szeretem. Ez az én küldetésem, ezért születtem. Ameddig élek, én ezzel fogok foglalkozni, mindig ezt kerestem, ezt az utat. De az a keresés azért inkább az volt, hogy éreztem, hogy valami olyan dologban kell részt vennem, ami teljesen ilyen egyedi és speciális. Már a 90-es években is ugye azt kellett mondanom, hogy hát valamilyen oknál fogva ugye azért kell megélni azokat a dolgokat, amit megéltem a 90-es években, mert úgy lehetne mondani, hogy a vasat meg kell edzeni, és valami olyan nagy dolgot kell majd nekem az életben csinálni, amit mondjuk a 90-es években fogalmam nem volt, hogy majd fogok, bár akkor amit csináltam, illetve csináltunk, az a vezetésemmel piacvezető lett. Tehát elég sok mindent megéltem, és amit csinálunk, nézzük meg, hogy mit is csinálunk. Nem tudom, szeretném megkérdezni, ki az, aki nem elégedett azzal, amifelé a világ halad? Ki az, aki elégedett? Senki? Jó, oké. Tehát nem vagyunk elégedettek, és mi baj van a világ haladásával? Lehet nyugodtan mondani ilyenkor, mikor kérdezek. Igen. És még? Értékrendszer megbomlott. Így van. Aztán? Kizsákmányolják az embert, igen. Értékre. Igazságtalanságok vannak. És mi lesz ennek a vége, tudjuk? Még nagyobb társadalmi szakadék. A végét kérdezem, a végét. Mi lesz ennek a vége? Tehát, hogyha így halad tovább az egész, akkor mi lesz a vége? Hát már rabszolgák az emberek. Mi lesz a vége? Tudjátok, mi lesz a vége? Hát ha így halad tovább, akkor nagy problémák lesznek, ami azt jelenti, hogy ennek az emberiségnek vége lesz. Tehát ez így halad tovább. Nem azért, mert elpusztítja magát. Nem. Nem, azért annyira ostoba talán nem. Nem annyira ostoba az emberi faj, hogy elpusztítsa saját magát, mert egy faj sem annyira ostoba, hogy saját fajtáját kipusztítsa. Más fajtát kipusztít az egyik, egy másikat, de a saját fajtáját azt úgy egy az egyben nem. Tehát annyira azért nem vagyunk ostobák. Nem az a baj, hogy az emberi faj egyébként ostoba lenne, hanem az a baj, hogy hát ha megnézitek,
miről szólt az egész történelem, amit tanultunk? Tehát az egész történelem miről szól? Tehát most nem a jelenről beszélek, hanem a múltról. Tehát, így van, hatalomról szól, és azon belül? Hát a pénz az hatalom, de... Hát a hatalom az uralkodás, de miről szól? Tehát így a hatalom az jó, csak menjünk egy kicsit abban jobban bele. Elnyomni másokat, más. Nagyon jó, tehát leigázni egy más... Nem? Egy másik népet, egy másik csoportot. Tehát a hatalom arról szól, nem? Hogy egy hatalmi kör egy másikat leigáz, nem? Tehát az egész történelem arról szólt, nem? Hogy bizonyos népek vagy bizonyos emberek leigáztak másokat, nem? Az egész történelem erről szól. Nem így van? Tehát a legalábbis a mi tanult történelmünk. Na most... miből gondoljátok, hogy ez csak a bolygónkon van ez így? Tehát miből gondoljátok azt, hogy ez egy ilyen, a Föld erre egy ilyen speciális terület, hogy a világegyetemben ez az egyetlen hely, ahol ez az elv uralkodik, hogy az erősebb az elnyomja a gyengébbet. Na most csak azért, mert nem tudom mennyire gondoljátok azt, hogy nem vagyunk egyedül a világegyetemben. Hogy álltok ebben a kérdéssel? Nem tudom, tudjátok-e, hogy mennyi bolygó van a világegyetemben? Megszámlálhatatlanul sok. Tehát egyszerűen nem lehet, mert számokban nem is kifejezhető. Na most ugye az a fajta, minden olyan fajta tanítás, hogy mi egyedül vagyunk a világegyetemben, az ugye az mindig is téves volt, meg téves. Na most az egész univerzum arról szól, hogy a jó és a rossz harcáról gyakorlatilag. Tehát az egész, nem a kezdetektől, hanem a kezdetek utántól. Tehát a jó és a rossz harca. Nézzük meg a bolygónk miről szól. Tehát a népek miről szólnak, a jó és a rossz harcáról, nem? Tehát az egész bolygó arról szól, egész történelmünk arról szól, hogy a jó és a rossz harcol egymással, nem? És akkor erre szokták azt mondani, hogy hát most ki a jó, meg ki a rossz? Hogy a jó meg a rossz az nézőpont kérdése, nem? Nem ezt szokták mondani? Tehát attól függ, hogy mi a jó, hogy honnan nézzük, nem? Meg attól függ, hogy mi a rossz, hogy honnan nézzük, ezt mondják. Hát pedig ez nem így van. Tehát nagyon egyszerűen meghatározható, hogy mi a jó, meg mi a rossz. Van erre ehhez kapcsolódó égi alapelvek, mondom égi alapelvek, és ezeket az égi alapelveket, ha valaki ismeri, akkor pontosan meg tudja határozni, hogy mi az, hogy jó, és mi az, hogy rossz. Például ilyen alapelvek, hogy egy párat mondok belőle, hogy ami a többségnek jó, az a jó. És ami csak egy kisebbségnek jó, az nem jó. Tehát ami a többségnek jó, az a jó. Világos ez? Na most... egyébként más szabályok is vannak ezzel kapcsolatban, most csak egyetlen egy szabályt mondtam, és csak ennek az egy szabálynak az alapján elég sok minden meghatározható, hogy mi a jó és mi a rossz. Na most miért mondom ezt? Mert gyakorlatilag az egész bolygó élete, ugye az imént arról beszéltem, hogy arról szólt, hogy a jó és a rossz harcolt, a világegyetem arról szól, hogy a jó és a rossz harcol. Na most akkor nézzük meg, hogy ez itt a bolygónkon hogy van. Jó? Tehát ami ezen a bolygón, ami rossz, azért rossz, mert ugyanaz az elv érvényesül,
mint a bolygón a népek között. Tehát hogy a gyengébb népet mindig megpróbálták az erősebb népek leigázni. És ha egy gyengébb nép volt, akkor az erősebb fölé csak abban az esetben tudott fölülkerekedni, tehát a gyengébb az erősebb fölé akkor tudott kerekedni, fölé kerekedni, hogyha ezt alattomosan csinálta. Na még egyszer ennek fussunk neki, mert közben itt nagy mozgolódás volt a teremben, és úgy látom, hogy mindenki a mozgolódásra figyelt, és nem arra, amit mondtam. Jó, úgyhogy akkor ismételjük ezt meg, ezt a gondolatot, hogy érthető és világos legyen. Tehát amikor egy gyengébbnek sikerült, hogy egy erősebb fölé kerekedjen, ez most mindegy, hogy egy emberről van szó, egy lényről, vagy egy népről van szó, vagy akár egy fajról van szó, mindig alattomosan tudta ezt megcsinálni. Tehát alattomosan. Mit jelent az, hogy alattomosan? Tisztában vagyunk ezzel? Nem egyenes úton, igen, nem nyíltan, hanem sumák módon, nem nyilvánosan, hanem teljesen így alulról, alattomos, alulról jövően, rejtetten próbálta csinálni. Na most elég sok minden rejtve van itt ezen a bolygón, többek között például az is rejtve van, hogy az emberiség egyötöde az úgy működik, hogy van egy ilyen belső késztetése, tehát minden ötödik embernek a bolygón, van egy olyan fajta belső késztetése, hogy ő akkor él túl, ha a környezetében lévő emberek azok gyengébbek, szegényebbek, rosszabbul megy nekik, boldogtalanabbak, stb. Stb. És mindent elkövet ez az egyötöd, hogy a környezetében lévő emberek így éljenek. És azzal van baj, ennek az egyötödnek az egyötödével van igazából nagy baj, az, hogyha jobban utána számolunk, akkor az 5%? Hát a 25-nek a egyötöd az, ugye az minden igaz, 5, 4, így van, azért 5%. Tehát az 5%-kal van baj, amelyik ezt nagyon úgy csinálja, hogy belead mindent. Tehát ez a létformája. Na most, hogyha ez az egyötöd kerül hatalomra, akkor ők képesek arra, hogy a környezetükben lévő embereket olyan szintre lesüllyesszék, hogy rabszolgaként működjenek. Valakit az imént rabszolga szót már említette. Tehát, hogy rabszolgaként működjenek. És tehát tényleg csak szolgaként. Tehát a rabszolgaként működjön. Na most nem tudom, mennyire tudjátok, hogy mi miből állunk, mi emberek. Ha bizonyára tudjuk, nem? Hát most alapvetően, nyilvánvalóan, köztudottan két dologból állunk, nem? Van egy testünk, meg van egy lelkünk. Tehát ezt a bolygón a legtöbb ember tudja, hogy így van. Aki nem így gondolja, az kisebbségben van a bolygó többségéhez képest. Tehát van egy lelkünk, meg van egy testünk. És nem tudom, tudjuk-e, hogy a lelkünk az honnan származik? Mikor született? Tehát a születésünkkel, a testünk születésével született? Mert azért, mert a keresztény oktatásban, hitoktatásban így tanítják. Tehát
keresztény hitoktatásban azt tanítják, hogy akkor született a lelkünk, amikor, akkor teremtette a Jóisten a lelkünket, amikor a testünk született. Na most nem tudom, hogy erről konkrétan a Biblia mit ír, de hogy a hitoktatásban ezt csinálják, az biztos, mert én egy teológust kérdeztem ezzel kapcsolatban. Tehát egy keresztény teológust. No szóval, hát ugye ez a fajta gondolkodás, ez eléggé téves. Hiszen a lelkünk az halhatatlan. És itt én nem látok olyan embert, akinek legalább, ne lenne, legalább 1 millió éves lelke. Mondom, 1 millió éves lelke. Legalább. Ezt honnan tudom? Hát honnan, hogy több mint 1 millió éve nincs lélekteremtés. Ilyen egyszerű. Tehát ilyen egyszerű, innen tudom. Tehát több mint 1 millió éve nincs lélekteremtés. És mi van helyette? Lélekrablás. Lélekrablás. Tehát a jó és a rossznak, vagy a gonosznak, inkább úgy mondom, a jó és a gonosznak az a legfőbb harca, hogy két dolog, hogy minél több területhez és minél több lélekhez jusson. És honnan tudni egyébként, hogy melyik a jó, meg melyik a rossz? Nagyon egyszerű. Ha nézzük meg az embereknél. Honnan tudni, hogy ki a jó és ki a rossz? Na, honnan tudod? Úgyhogy semmilyen előéletét nem ismered. Honnan tudod, hogy melyik ki a jó és ki a rossz? Mondom, semmilyen előéletét nem ismered. Honnan tudod? Onnan tudni, hogy melyik a jó és melyik a rossz, hogy egy jó az magas frekvenciára ezek. Tehát egy jó ember az nagyon magas frekvenciára ezek. És nagyon jó állapotban van. Egy rossz ember, az tudti, hogy nem magas frekvenciára ezek, és nem jó állapotú. Ez 100%. Mi a mai témánk, ki tudja? A tudatlanság és a gonoszság. Tudatlanság és a gonoszság. No szóval, tehát azért jó egy lény, mert magas frekvenciára ezek. Nem tud rossz lenni egy magas frekvenciára ezgő értelmes lény. Nyilván egy alacsony frekvenciára ezgő értelmes lény tud jó lenni, ha akar, ha nagyon akar, de ösztönből nem. Tehát alapműködésből nem. Tehát ott kezdődik, hogy egy alacsony frekvenciájú értelmes lény hazudik. Tehát ott kezdődik a dolog. Nem mond igazat. Na most ugye van egy mondás ezzel kapcsolatban, hogy aki nem mond igazat, az más becstelenségre is képes. Oké? Okay? Tehát ez az alap dolog egy alacsony frekvenciájú értelmes lénynél, hogy nem mond igazat. Tehát most azt, hogy finomítjuk a hazudást, az most csak részletkérdés. Tehát, hogy füllent, vagy nem mond igazat, az mind egyenlő hazugság. Tehát amikor mondjuk beszélsz egy rossz állapotú értelmes lénnyel,
akkor számíthatsz arra, hogy nem mond igazat. És ez teljesen mindegy, hogy ember, vagy nem emberi lény. Hát milyen? Nem akarok ilyen dolgokról most beszélni. Nem. Én arról szeretnék beszélni, hogy ugye tudjuk jól, hogy a Földön sem egy nép van. Hát ugye eleve van négy faj, nem? Van a fehér, van a fekete, van a sárga, meg a barna. Tehát van ez a négy faj. Tehát ha a Földön van négy faj, akkor miért gondoljuk azt, hogy a világegyetemben mi vagyunk az egyetlen faj? Hát biztos, hogy ti nem gondoljátok ezt, mert különben szerintem nem ülnétek itt. De ha kimentek a világba és kérdezősködtök, sokan elhiszik azt, hogy ez az egyetlen faj a világegyetemben. Bár keresgetnek mindenféle fajokat, kiküldenek, hát ha rátalálnánk már egy idegen fajra. Hát csak az a helyzet, hogy nem mi találunk rá egy idegen fajra, hanem már rég ránk találtak. Mit jelent az, hogy ránk találtak? Hát ugye eleve volt egy teremtőnk, aki ezt a fajta emberiséget létrehozta. De nem tudom, tudjátok-e, hogy már nem az az uralkodónk. Tehát akik minket létrehoztak, már nem azok irányítanak minket. Nem azok vezetnek minket, hanem egy másik faj. Tehát egy másik faj. Na mindegy, de ebben a részletben nem akarok belemenni, mert ez már részletkérdés. Mi a témánk? Tudatlanság. Tudatlanság. Azt a szót már, igen, tudatlanság. Tehát ha az ember nem jut információhoz, akkor könnyen megvezethető. Milyen információhoz? Az élet és az ember működésével kapcsolatban. Tehát az ember minél jobban ismeri az élet és az ember működését, önmagát és a környezetében lévő emberek működését, annál biztosabban kezeli az élethelyzeteit. Minél biztosabban kezeli az élethelyzeteit az ember, annál kevesebb bizonytalanság van benne. És minél kevesebb bizonytalanságban van, annál önállóbb tevékenységre képes. Minél önállóbb egy ember, annál kevésbé szorul irányításra. Na most ezt tudják a hatalomban lévő vezetőink, hogy ez így működik. Ezért az nem túl jó ötlet számukra, hogyha az emberek ismerik az élet és az ember működését, mert akkor végeredményben totálisan önállóan képesek lennének gondolkodni és cselekedni. Tehát sokkal jobb, hogyha az embereket megtartják tudatlanságban, az ember és az élet működésével kapcsolatban, és olyan dolgokat tanítanak nekik, ami nem ezzel kapcsolatos, amire azt hiszik az emberek, hogy az fontos az a tudás, csak éppen semmire nem tudják használni. Én ha végignézem az általános és középiskolai tanulmányaimat, akkor van egy kezemen meg tudom számolni, hogy hány olyan hasznos dolog van, amit tanítottak, amit tudok használni most is. Még nem is kell hozzá mind az öt ujjam. Tehát lényeg az, hogy elhitetik az emberekkel, hogy nem az ember és az élet ismeretet kellene ismerniük, hanem mit tudom én, a lexikális tudást.
És ennek következtében az emberek nem feltétlenül törekednek arra, legalábbis itt a nyugati társadalomban, hogy képezzék magukat ezen a területen. Na most, ha az ember nem képzi magát, hogy hogy működik az élet, és hogy működik az ember, akkor amikor mondjuk döntést kell hoznia, akkor nem biztos, hogy helyes döntést fog hozni. Amikor mondjuk cselekednie kell, akkor nem biztos, hogy helyesen fog cselekedni. Miért? Mert nem tudja fölmérni, hogy annak a döntésnek, vagy annak a cselekvésnek mi lesz a konkrét következménye. És az ember nem méri fel, mert nem tudja fölmérni, hogy mi lesz egy döntésnek, vagy egy cselekvésnek a következménye, akkor lutri, hogy annak mi lesz a következménye. Előre nem kiszámítható. És többször lehet valamit elrontani, mint jól csinálni. Sokkal többször lehet valamit elrontani, mint jól csinálni. Tehát a legtöbb esetben valamit jól csinálni egyféleképpen lehet. De számtalan variációja van annak, hogy rosszul hogyan lehet csinálni valamit. És az emberben nincs meg az a tudás, hogy az élethelyzeteit helyesen kezelje, hogy jól bánjon az emberekkel, és megértse az élet működését, ha ez nincs benne ez a tudás, akkor hoz döntést, vagy cselekszik, és problémák lesznek a következményei. És az ember úgy működik, hogyha probléma a következmény, tehát jön egy probléma, és mivel nincs tudása, ezért nem tudja megoldani, az ember még valahogy el van egy-két problémával, vagy még talán hárommal is, de 4, 5, 6, 7, 10 akárhány problémával már az ember nem bír megbirkózni. És ez úgy működik, hogyha az ember tele van problémával, akkor leromlik a hangulata, és az embernek leromlik a hangulata, akkor elkezd másként működni ahhoz képest, ahogy működött, mikor jó állapotban volt. Tehát konkrét megváltozás, működési megváltozásról van szó. Tehát az ember működése megváltozik azáltal, hogy az embernek rossz hangulata vagy rossz állapota lesz. Ez mindegy, hogy most tartós vagy eseti, mert ha eseti, akkor akkor ameddig rossz állapotban van, addig elkezd másként működni. És ha valakinek tartósan leesik a hangulata, akkor tartósan másként működik, mint akkor működött, amikor jó állapotban volt. Ezeket itt mind tanuljuk, hogy hogy működik az ember különböző hangulatokban. Tehát, hogyha az ember tele van problémával, akkor egy idő után számíthat arra, hogy tartósan le fog esni a hangulata, és hibát hibára fog halmozni, aminek következtében még több és még több problémája lesz, és egyszerűen annyira elbizonytalanodik, mint ember, hogy abszolút nem bízik már magába, még abba se, hogy ő egyáltalán helyesen képes gondolkodni. Ezért kívülről vár segítséget abban, hogy ő hogyan gondolkodjon és hogyan cselekedjen. És ezt kihasználják kívülről az elnyomók, az antiszociális személyek. Mi a manókattól? Nem értem. Mikrofonban. Itt valami zörög a zsebembe. De miért? Valami kontaktos lett. Cserélni kéne itt valamit. Na mindegy. Lényeg az, hogy egy idő után az illető olyan rossz állapotba kerül, hogy nem tud helyesen gondolkodni, és kívülről kell neki segítség. Ezt kihasználják az elnyomók, és felhasználható az egyén bármire, mivel fogalma nincs, hogy mi a helyes és a helytelen,
fogalma nincs, és kívülről vár segítséget ezzel kapcsolatban, teljes egészében, és természetesen az elnyomók ezzel visszaélnek. Na most, a tudatlanság az azt eredményezi tehát, hogy az illető rossz állapotba kerüljön, és kiszolgáltatottá váljon. Na most, ha valaki kiszolgáltatottá válik, akkor jó, ha tudjuk, hogy egy szociális személy egy kiszolgáltatott embert nem fog kihasználni. Egy antiszociális személy, egy elnyomó viszont ki fog használni. Méghozzá mire? A saját önző, gonosz szándékainak a képviseletére fogja kihasználni. Ami azt jelenti, hogy mivel a személy tudatlan és képtelen arra, hogy helyesen cselekedjen, ezért ugye teljes egészében elhiszi azt, amit az ő elnyomója mond, és mivel az elnyomó úgy működik, hogy van egy ilyen kényszerképzete, hogy a környezetében lévő emberek, azok ha fejlődnek, vagy jobbá válnak, vagy boldogulnak, akkor neki rossz lesz, ezért arra a célra használja föl az ilyen embereket, hogy elnyomják a környezetükben lévő embereket. És egy olyan emberből, aki alapvetően szociálisnak született, jónak született, és azáltal, hogy tudatlanságban van tartva, és ezáltal megvezethető, felhasználják rossz cél érdekében. Tehát a többség ellen felhasználja. Például ilyenek a politikusok. Tehát a politikusok nem antiszociálisnak születtek. Csak elérték náluk, hogy rossz állapotba kerüljenek. És utána felhasználják őket, hogy a népet elnyomják. Pedig ők nem így születtek, és nem ezért lettek politikusok, hogy majd a népet elnyomják. Ők egy eszközök. Levitték olyan szintre őket, hogy rossz állapotba kerüljenek, és onnantól kezdve arra használják őket, amire akarják. Tehát kik csinálják ezt? Jó, hát most erről részletesen nem fogok beszélni, de ez kicsit hosszú lenne, már olyan nagyon nem fér bele. De a lényeg az, hogy van egy olyan fajta működés, amiről az imént említettem, hogy alattomos. Tehát, hogyha egy gyengébb akar egy erősebbet legyőzni, akkor alattomos módszerekhez fordul. Na most, mivel az elnyomók azok sokkal, de sokkal kevesebben vannak, mint a szociális személyek, ezért az elnyomók nagy része az alattomos eszközökhöz folyamodik. Például a politikusok, akik elnyomottként működnek, és egy elnyomott elnyomja a környezetében, tehát továbbadja az elnyomást, és elnyomja a környezetében lévő embereket, akire hatással van. Tehát egy elnyomott politikai vezető az elnyomja a népet, mert a népre van befolyása, mert megteheti azt, hogy elnyomja a népet, mert neki akkora hatalma van. És kik használják fel például a politikusokat?
Tehát ugye miről szól a történelem? Visszatérve. Arról, hogy az erősebb mindig megpróbálta elnyomni a gyengébbet. Vagy ha volt olyan, hogy a gyengébb alattomosan elnyomta az erősebbet. Tehát van egy szűk réteg a bolygón, ez körülbelül 7000 ember, számoljuk ki az hány százaléka az emberiségnek, a 7 milliárdnak lassan. Tehát nem egy jelentős százalék, ez a 7000 ember, ez 300 család, 300 dinasztia, család, ez nyomja el a tényleges vezetőket, akit ismerünk. Na most az a baj, hogy egy elnyomott, ő az utolsó, aki megismeri, vagy megtudja, hogy ki az elnyomója. És ez nem csak politikai szinten van így, hanem minden szinten. Tehát az esetek túlnyomó többségében ez úgy működik, hogy az elnyomott az utolsó, aki megtudja, hogy ki az ő elnyomója. Ezt a 300 családot egyébként 13 család irányítja, és ezt a 13 családot pedig egy másik faj irányítja. Egy másik faj. Nem emberi faj. Jó, most arról nem akarok beszélni. Tehát, mivel az egész történelem és az egész univerzum arról szól, hogy a gonosz és a jónak a harcáról, nem tudom például azt tudjátok-e, az hányszor volt itt csere a történelem során. A legutolsó csere az a 13. században volt. A legutolsó harc, mondjuk a naprendszerért, az az 1800-as évek végén, az 1900-as évek elején volt. Tehát miért mondom ezeket? Mert van egy sajnos egy olyan dolog ebben a kapcsolatban, hogy minket, nem minket embereket, hanem a bolygót meg akarja szerezni egy másik faj. Alattomos módon akarja megszerezni. Ezek az eszközei, amit most elmondtam. És ez a faj, ez gyenge ahhoz, hogy megszerezze. Ezért folyamodik alattomos módszerhez. Viszont, hogy ez a faj ne tudja megszerezni ezt a bolygót, ahhoz az kellene, hogy az emberek azok magas rezgésre rezegjenek. Tehát jó állapotban legyenek. Ha az emberek jó állapotban lennének, akkor úgy megemelkedne a bolygó rezgése, hogy azok kénytelen lennének távozni a bolygóból. Nem a bolygóról, a bolygóból. Na most, ha ez nem valósul meg, hogy az emberiség rezgése felemelkedjen, akkor a teremtőinknek nincs más, urainknak úgy is lehetne mondani, nincs más megoldásuk, mint ezt a bolygót úgy, ahogy van, eltörölni, szétrobbantani. Tehát akkor nincs más út, mint ami már volt ilyen a naprendszerben. Tehát nem az a megoldás, hogy a bolygó felszínét életképtelenné teszik, és akkor leköltöznek a mélybe. És akkor mi változik? Semmi. Hát ha egyszer a bolygót szétrobbantják, akkor onnantól kezdve itt nincs élet.
semmilyen, semmilyen jellegű. Na most én úgy gondolom, hogy mi emberek nem tehetjük meg azt, hogy mi a manót csinál ez itt nekem. Szóval kell cserélni ezt a mikrofont. Valamit. Kontaktos. Kontaktos. De miért? Nem értem. Tehát mi emberek nem tehetjük meg azt, hogy hagyjuk, hogy ez az egész így végbe jöjjön, tehát megtörténjen. Tehát vagy megemeljük a rezgésünket. Hát hogy tudjuk megemelni? De egy ember csak úgy tudja megemelni a saját rezgését, hogyha elkezdi helyesen kezelni az élethelyzeteit. És ezáltal elkezdi egyre jobban érezni magát a bőrében. És minél jobban érzi magát a bőrében, annál helyesebben cselekszik az életben. És minél helyesebben cselekszik, annál még jobban érzi magát a bőrében. Tehát akkor elindul egy ilyen fölfelé mozgó spirál. De ahhoz, hogy az ember elinduljon ezen a felfelé mozgó spirálon, az ugye arra van szükség, lejjebb halkítom, arra van szükség, hát ezt hiába csinálom akkor is. Kiszúrok veled, mert illetve ki fogom cserélni. Tehát arra van szükség, hogy az ember elkezdje helyesen kezelni az élethelyzeteit. Ahhoz, hogy helyesen kezelje az élethelyzeteit, pedig szükség van élet és emberismeretre. És minden területre. Az élet minden területére szükség van. Ember és életismeretre. Illetve élet és emberismeretre. Tehát minden olyan tudásra szükségünk van, ami ahhoz kell, hogy bármilyen adott élethelyzetben helyesen tudjunk döntéseket hozni, illetve helyesen cselekedjünk. Na most az ilyen típusú tudást, azt nem tudom, tudjátok-e, hogy eléggé el van zárva. Ott kezdték az elzárást, hogy alexandriai könyvtár felgyújtása Egyiptomba az ókorban. Tehát ott kezdték. És azóta folyamatosan próbálják a tudást elzárni. Ugye internet korában nehéz a tudás elzárása, ezért azt csinálják, hogy félrevezető információkat közölnek a neten. Direkt. És akkor az ember hámozza ki, hogy mi az igaz, vagy mi a nem igaz. És akkor hogy lehet eligazodni egy ilyen korszakba, hogy mi a helyes és mi a helytelen? Tehát mi a valós információ és mi a kifejezetten az, abból a célból született információ, hogy megtévessze az embereket? Az etika alapján nem tudja az ember. Annak alapján nem, tehát etika szabálya alapján nem lehet meghatározni egy információt, hogy az helyes vagy nem helyes. Információról van szó. De a tévében vannak olyan műsorok, hát nem a hírekről van szó, műsorok, amiben van komoly igazságtartalom. Tehát honnan tudja az ember azt, hogy mi a helyes? Hogy mi a helytelen? Hát én ezzel kapcsolatban úgy voltam, hogy én se tudtam. Én se tudtam, nem, annak alapján se lehet meghatározni, hogy mi a jó nekünk. Én se tudtam, hogy mi a helyes, meg mi a helytelen. És gyakorlatilag minden információt ugye befogadtam, mert nem tudtam, mi a helyes és a helytelen. És ugye tudjátok, mert beszéltem róla az elején, hogy nekem 91 óta van saját szervezési csapatom, és 93-tól vezetek, tanítok embereket. És vezetőképzéseket is tartok 93 óta. Tehát vezetőképzéseket. Tehát embereket nem csak mondjuk
bizonyos dolgokra tanítok, hanem vezetésre is tanítok. És ugye eléggé elkötelezett voltam világéletemben az iránt, hogy a jót képviseljem. Tehát a jót képviseljem. És ugye ez ügyben az elég sok mindent tettem az életemben, úgy bizonyítékként, hogy én mire törekszem. Tehát mire törekszem. És ennek kapcsán kaptam például egy olyan képességet, hogyha én olvasok, egy olyan anyagot, ami valótlanságokat is tartalmaz, akkor meg tudom határozni, nem én határozom meg, megsúgják nekem, hogy mi az igaz és mi a nem. Tehát megkapom információként azonnal, hogy ez a része ez nem igaz, ez igaz, ez nem igaz, ez igaz, ez így van, ez nem így van. Elég érdekes. És ez már jó pár éve. Azóta, mióta elkezdtem főtevékenységben az emberek fejlesztését, a személyiségfejlesztést, az 7 éve, illetve most már 8. 8 éve. És 2013-ban rájöttünk, hogy ez nem csak személyiségfejlesztés, hanem ez coachképzés, amivel foglalkozunk. A coach azt jelenti, hogy a mi értelmezésünkben, hogy ember és életjobbító. Tehát mi ember és életjobbítással foglalkozunk. Tehát ember és életjobbító coachképzéssel. És így ezáltal, hogyha én tanulmányozok valamilyen anyagot, mindegy, hogy olvasom vagy nézem, akkor kapom folyamatosan azt az infót, hogy mi az igaz, vagy mi a hamis. Tehát nem én vagyok ilyen okos. Nem is akarok ilyen okos lenni. Nekem ez így nagyon jó, hogy segítenek. Tehát ez egy szuper dolog. És így azokat az anyagokat, amit így tanulmányozok, azokból pontosan ki tudom szűrni, hogy mi a valós és mi a nem valós. És mi van azokkal az információkkal, amit az embernek tudnia kell, de lehet, hogy föl se lelhető. Mert fogják és vagy nem tudják, hogy van az az információ, vagy fölrakták és leszedik, vagy beágyazzák olyan helyre, ahol meg se találja az ember, vagy mellé raknak olyan információkat, hogy az ember nem tudja, hogy most mi az igaz, meg mi a hazugság. Mert ugye ezt csinálják. Hát ha az ember azt a töménytelen mennyiségű anyagot elkezdi böngészni, ami fönn van a neten, akkor hogy az életében nem fog egyről kettőre haladni, az hold biztos. Mert akkor az lehet, mondjuk a nap 24 órájában, mondjuk ha valaki él 90 évig, akkor 90 éven keresztül nézni. Úgyhogy akkor nem eszik, nem csinál semmit, csak a videókat nézi. Körülbelül van annyi fönn. Nos, tehát akkor ez sem megoldás. De mi a megoldás? Szintén ugye ez a 2010-es volt itt a válaszvonal, ahol tényleg főtevékenységben kezdtük el ezt, amit előtte csak azoknak tartottam, akik itt dolgoztak, működtek. Mert akkor ugye nem tanulásra jöttek az emberek, hanem tevékenységre hívtuk az embereket régebben, 2010 előtt. És 2010-től már, illetve 2010 előtt, de 2010-től már ilyen állandó jelleggel, amikor képzéseket tartok, van egy olyan képességem, illetve kaptam egy olyan képességet, hogy olyan dolgokról, ami nem merült még föl, de az élet és az ember működésével kapcsolatos, akkor kapok információt. Mondjuk fölteszel egy kérdést az élet és az ember működésével, és akkor legrosszabb esetben 3 percen belül megkapod a választ tőlem.
Nem azért, mert ilyen okos vagyok, mert megadják a választ. Ehhez nem kell nekem transzba esni. Semmi, nem kell meditálni. Nem. Nem kell elmélyülni ebben a kérdésben. Nem, egyszerűen megjön a válasz. Na most gondoljátok bele, hogy kaptam két ilyen képességet, még van ehhez kapcsolódó képesség, de az, az most részletkérdés. Kaptam ilyen képességet, és akkor mondjuk elkezdenék ezekkel visszaélni. Nem sokáig élnék, az hold biztos, hogy nem sokáig élnék. Oké? Okay? Tehát nem elveszteném a képességeimet, hanem nem sokáig élnék tovább. Tehát ez egy olyan különleges dolog, amit ki tudunk használni. Tehát ki tudunk használni. És élni tudunk vele kapcsolatban. Tehát mondhatnánk azt, hogy ez egy tiszta forrás az információkkal. És ha majd meggyőződsz róla, hogy ez nem igaz, akkor majd szóljál, jó? Mert még ilyen nem volt. Jó, hogy valaki győződött volna arról, hogy ez nem igaz, amit választ kapott. Tehát lényeg az, hogy ez nem egy képesség, hanem ez valami más. Ez én egy információs csatorna vagyok. Jó, tehát ez nem az én képességem. Én fel vagyok használva eszközként. És ez semmi baj ezzel. Én ezt a helyzetet élvezem. Szóval lényeg az, hogy na, így tartunk rendszeresen képzéseket az élet és az ember működéséről, ember és életjobbító coach képzést 30 órában havonta, 3 évig, de élethosszig. Tehát nem 3 évig, hanem élethosszig, mert 3 év után ugyan adunk diplomát, ha elvégezted az összes coach képző tanfolyamunkat, mert ugye 4 van, 4×9 hónap, csak úgy jön ki a 36 hónap. És lényeg az, hogy a 36 hónap befejeztével megkapod a diplomát is, mert addig kapsz 4 bizonyítványt. De mi nem csak 36 hónapra szeretnénk itt téged, hanem élethosszig tartó képzést szeretnénk nyújtani, és tudást szeretnénk nyújtani. Miért? Mert 200 millió olyan emberre van szükség, aki átadja az embereknek a tudást. Ja, 300, bocsánat, köszönöm. 300 millió olyan emberre van szükség, aki átadja a tudást az embereknek. 300 millió. Tehát aki átadja a tudást, aki képes átadni a tudást. Ha ezt nem csináljuk meg, akkor nem lesz aranykor. Mit jelent az aranykor? Az emberek szeretetben, békében és boldogságban élnek. Ha az emberek szeretetben, békében és boldogságban élnének, akkor egy nagyon magas rezgésen élnének. És ha az emberek nagyon magas rezgésen élnének, akkor azok a lények, akik nem magas rezgésűek, értelmes lényekről van szó, azok eltűnnek innen. Ez érvényes az emberekre is. Az emberekre is. Nézd meg, olyan környezetben, ahol magas a rezgés, bemegy egy alacsony rezgésű ember, egy rossz állapotú, az vagy kimenekül onnan, vagy fölemelkedik a többiekhez. Oké? Okay? Tehát ami azt jelenti, hogy ha nem bír fölemelkedni, akkor elmenekül abból a környezetből. Ha a bolygón magas rezgésű emberek lennének, akkor minden értelmes lény, amely nem magas rezgésű, elmenekülne a bolygóról. Ez igaz az alacsony rezgésű emberi lényekre is. Hogy menekülne el?
Hát meghal. Így van, és a lelke menekül el. Na most vagy megcsináljuk ezt, vagy az lesz, amit így proféciálnak. Persze pozitív profécia is van, de ugye a negatív proféciák az, hogy közeledünk a vég felé. És már építik a, így tudom én, a föld alatti bázisokat, meg tényleg építik, hadd építsék. Hát ugye, ha nem lesz aranykor, akkor úgyis mindegy, akkor építhetik, akkor aztán teljesen mindegy. Ha meg lesz aranykor, akkor meg minek? Úgyhogy ennyi. Jó? Tehát ők hiába, tehát az emberi agyi frekvencia az áthatol minden anyagon. Tehát ami azt jelenti, hogy hiába építenek bunkert, és ők próbálnak majd ellenni az alacsony rezgésükkel, nem tudnak meglenni. Tehát vagy teszünk azért, hogy nekünk személyesen jobb legyen a rezgésünk, és segítünk embereknek abban, hogy jobb legyen a rezgésük, és ez mondom egy ilyen fölfelé mozgó spirál. Hát vagy megyünk a levesbe. Jó? Tehát az én elképzelésemben nincs olyan, hogy leves. Jó? Hanem csak az, hogy ezt meg kell csinálni. És minden áron meg kell csinálni. Értitek? Minden áron. Tehát egyszerűen nincs más út, csak az, hogy emeld a saját rezgésedet, és segíts ebben másoknak. És hogy tudod emelni a rezgésedet? Nagyon egyszerű. Hát elkezded helyesen kezelni az élethelyzeteidet a tudás miatt, és egyre kevesebb problémát okozol magadnak és másoknak, és ezáltal egyre jobb állapotba fogsz kerülni. És akkor ezt nyilván úgy csináltuk meg, hogy ebben legyen valami csere. Tehát ugye lehetne tanítani az embereket ingyen, csak hát akkor azt az ingyent azt nem becsülik. Ezért ugye ennek van egy ára a képzéseknek, sehol nem kapsz ilyen áron képzést. Ilyen típusuk meg aztán főleg nem. Ugyanis óránként a képzéseink az 330 forintba kerülnek. Nem óradíjban számolunk, hanem havidíjban számolunk. Ugye 30 órával visszaszorzod. Egyébként nem 9900, hanem 9800 forint egy hónapban a 30 óra, és az első hónap eltérő ettől, az első hónap az 19700 forint. Jó, tehát az az egy hónap. És erre árgarancia van a 3 évre, ha rendszeresen fizeted a tandíjadat. Jó, tehát erre a 9700 forintra. Tehát hiába van közben áremelés, akkor ez rád nem vonatkozik. A képzéseket igénybe lehet venni személyesen, élőben, helyszínen, az interneten keresztül élőben, az interneten keresztül felvételről igénybe lehet venni, az internetes igénybevétel, az élő is, meg a felvétel is az hang és videó, tehát rádió és tévé. Jó? Tehát rádión és tévén lehet igénybe venni. A felvételeket 4-6 hétig lehet igénybe venni. Jó? Tehát például, ami most folyik, a személyiségfejlesztő coach képzés első hónapi része, mert ez egy két hónapos téma, az első hónapi része az március 11-ig vehető igénybe. Tehát március 11-ig az interneten. Jó, jegyzeteket is felrakjuk netre, amit ugye kivetítünk a képzéseken, magán a coach képzésen, annak a jegyzete az fölmegy a weboldalra, és akkor onnan le tudod tölteni. A hanganyagot is le tudod tölteni, meg a jegyzeteket is le tudod tölteni. Jó, tehát ami azt jelenti, hogy sokszor vissza tudod hallgatni, még akkor is vissza tudod hallgatni, amikor már lejárt ugye a képzés, mert le tudod tölteni a hanganyagokat. Úgyhogy ezt csináljuk, várunk szeretettel ide a közösségünkbe, jó? Te próbáld ki, mit veszíthetsz. Jó?
Kezd el. Most a második rész 20 perc szünet után kezdődik, a személyiségfejlesztő coach képzésünkbe csöppensz bele, egy nagyon érdekes témában. Itt megismerjük ebben a két hónapban azzal foglalkozunk, hogy az ember megismerje önmagát és másokat. És képzeld el, milyen jó dolog az, mondjuk találkozó valakivel, bemutatkoztak egymásnak, és mondjuk ha akarod, akkor mondjuk 5 perc után tudod, hogy az az illető milyen, ha akarod. Nyilván ahhoz nem vele vagy akkor, mikor meg akarod nézni, hanem ha megtanultad, akkor mondjuk 5 perc alatt meg tudod állapítani, hogy az illető ténylegesen milyen. Csak abban, hogy bemutatkozik. Azért ez nem semmi. Jó? No, szóval ilyeneket is tanulunk, pont ilyen résznél vagyunk most egyébként, és ezt vesszük a második részben, ami fog tartani 4-10-ig. Köszönöm szépen a figyelmeteket, ennyi fért bele az első részbe, 20 perc szünet után kezdjük akkor a coach képzésünket, további jó tanulást és szép estét mindenkinek, sziasztok!